Az idei tanévben is több ösztöndíjban részesülhetnek a diákok. A gyűjtőfogalom ösztöndíjnak nevezi, de ha pontosabban megnézzük, akkor nem is minden esetben erről van szó. Mivel elég sokrétű ez a kérdés, felkerestük a Domokos Kázmér szakközépiskola igazgatóját, aki részletesen elmondta nekünk, mik a lehetőségek. Beszélhetünk egyrészt jutalom pénzről, tehát azok a diákok, akik a különböző tantárgyversenyeken jó eredményeket értek el, 700, akár 2000 lejes jutalompénzben részesülnek, ugye itt nem ösztöndíjról van szó, mert belső motivációból készülnek ők ezekre a versenyekre. Továbbá beszélhetünk az érdemösztöndíjról, ami úgy szintén jutalomként fogható fel, ugyanis az osztály 30%-a részesülhet érdemösztöndíjba, pontosabban azok a diákok, akik 950-es és 10-es átlag közötti médiát érnek el, akkor úgy szintén a 30%-hoz tartozik a felzárkóztató ösztöndíj. Azok a diákok részesülnek felzárkóztató ösztöndíjban, akik 7-es és 950-es átlaggal rendelkeznek. Továbbá beszélhetünk árvasági, hát nem ösztöndíjról, hanem segélyről, mi így neveznénk, hogy segélyről. Tehát azok a diákok részesülnek havi 450 lejben, akik árvák, teljesen árvák vagy félárvák, és nem utolsó sorban van a szociális ösztöndíj, amelyben azok a diákok részesülnek, akik anyagi nehézségekkel küzdenek. A tanulmány, illetve a felzárkóztatási ösztöndíjban csak az 5-8-as diákok részesülhetnek, továbbá a 9-12. Osztályokban külön kell választani a szakosztályokat a liceumi osztályoktól. A szakiskolába iratkozó diákok minden hónapban 300 lejes juttatásban részesülnek, ami mellett még kaphatja a tanulmányi, valamint a szociális ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy havonta több mint 1000 lejes ösztöndíjat is kaphat egy szakiskolás diák. A liceumi oktatásban ugye beszélhetünk versenyösztöndíjról, ami azt jelenti, hogy a különböző országos tantárversenyeken elért eredmények függvényében kapnak jutalompénzt. Az első díj, az országos első díj akár 2600 lejes havi juttatásban részesülhet. A második és harmadik díj úgy szintén jelentős összegeket kaphat. Akkor beszélhetünk az érdemösztöndíjból, tehát az érdemösztöndíjban azok a diákok részesülnek, akik 950-es és 10-es közötti átlaggal rendelkeznek, létszámtól függetlenül, tehát ha a teljes osztály 950 fölötti átlaggal rendelkezik, akkor a teljes osztály kapja ezt a havi 450 lejt. Úgy szintén felzárkóztató ösztöndíjban részesülnek azok a diákok, akik 7-es és 950-es átlaggal rendelkeznek, amennyiben a létszámuk nem haladja meg az osztály 30%-át, tehát az osztályban lévő diákok 30%-a kaphatja meg ezt az összeget. Továbbá a liceum diákja is részesülhetnek szociális és árvasági ösztöndíjban. Azok a gyerekek is támogatást kapnak, akiket csak az egyik szülő nevel. A jelentkezési határidő október 3-a, minden egyes ösztöndíjnak megvannak azok a dokumentumok, amelyeket le kell adni. Annyit elmondhatok, hogy az érdemösztöndíj, a tanulmányi ösztöndíj az nem kapcsolódik a jövedelemhez, viszont a szociális ösztöndíj az jövedelem függő. Az érdemösztöndíjat bármilyen más ösztöndíjjal lehet kombinálni, egy diák akár 3 ösztöndíjat kaphat, tehát vannak olyan eseteink is, hogy 1300 lejes havi ösztöndíjban részesül a diák. A szülői értekezleteket tartottak az osztályfőnökök, a szülőkkel megbeszélték, és mi átküldtük a szülőknek azokat a dokumentumokat, amelyeket ki kell tölteniük, illetve azon dokumentumok listáját, amelyeket be kell hozni az iratcsomóba. A kérelmek leadási határideje október 3-a. November folyamán vagy legkésőbb decemberben folyósítják az ösztöndíjak összegét visszamenőleg is.